Neked volt már szex sérülésed? De nehéz szó. Szex sérülés. Hát átélni is nehéz. Hát olyan szinten biztos, hogy mindenkinek volt, hogy a nagyobb izommunka miatt, például nekem a vádlim beszokott görcsölni, mert én feszítem, mert jól kell kinézni közben. Értem. Van, aki meg csak élvezi. És mit ír a lista? Itt egy lista. Egyesült Királyság, 35-40 éves, 44 évesek közötti felmérés. Nézzük, hogy milyen szex balesetek vannak. Neked volt? Volt, igen. Elcsúszás, azt hiszem, egy ilyen. Illetve... Fürdőszobában? Nem. És ágyat is sikerült már eltörni. Emiatt. De ott nem a súly miatt. Nem. Az ágy volt régi. Az első az égési sérülés, amit a szőnyeg okozott. Úgyhogy a múltkori top 5 helyszín, a padló, az teljesen érvényes, hiszen mennyi balesetet okoz. De mégis szeretik az emberek. Nekem hasonlóban már volt, de ez nem jutott volna eszembe. Valóban a térdet fel tudja hevíteni, hogyha rossz. Tehát, hogyha azon van a súly, azon is megy a dörzsölés, akkor valóban az tud fájdalmat okozni. Utána van az úzódás, de hát igen, esnek kellnek, főleg részegen, akik szexelnek. Részegen, nagyon részegen, sose. Jó, hát nem is említi a cikk. Jól van, harmadik hely. Izomhúzódás, harmadik helyen, így van. 39%-uknak volt már izomhúzódás. Valakik egyébként sportként tekintenek a szexre. Mert az előző is zúzódás, itt izomhúzódás. De ez egy izommunka, az egész test részt vesz benne, amennyiben nem csak de lehet passzívan úgy is, hogy egyszerűen csak élvezzük, nem pedig így komoly. Ez aktív tevékenység, aktív verseny. Sport. Be lehet jelölni, hogyha hetente sportol, 2-3-szor, igen. Ja, te így húzod be. Értem. Ezt mondjuk én nem is gondoltam volna. Húgyúti fertőzés. Hát, ez mióta baleset? Elkapja. Uh-huh. Nem számít vele, nem gondol. De akkor most így tekintenek a terhességre, és ops, baleset volt. Jó, a klasszikus. Ötödik hely pedig a hátsérülés. Ez nagyon vicces, hogy nem valakinek lumbágója lesz közben, és bocsánat. De még tart, még a merevedés tart. Még a hátával is. Még ne hívd az ügyelet. Gondolj valami rosszra. Na és ti mire gondoltok? Írjátok meg kommentben.